Karib térségig már el lehet hajózni 700 liter üzemanyaggal, hát most mi ezt próbáljuk ugye a világ körül húzni 80 literből. Blaskovics Ákos és Csák Attila több mint fél évvel ezelőtt indult egy saját tervezési vitorlással a világ körüli útra, azzal a céllal, hogy minél környezettudatosabb eszközök használatával, kevesebb mint 80 liter biodízel üzemanyaggal hajózzák körül a földet. Jelenleg az út vége fele járnak, csak akkor használnak üzemanyagot, ha nagyon muszáj. Például Panama csatorna átkelés, és ugye az például két nap és csak motort lehet használni, például most is használtuk egy párszor, amikor vihar elől kell menekülni, tehát azért az emberi élet és a vagyon megmentése, illetve az előbb szabályú betartása az kötelező jellegű. Csak nem is lukos, mint a szó, de... A föld körüli akcióval párhuzamosan környezetvédelmi program is indult hazánkban, Expedícióz a háztartásban címmel. Öt témakörrel járják a szervezők az országot, kedden a Gaja Környezetvédelmi Egyesület segítségével Fehérvárra érkeztek a programmal. Segítünk felfedezni a saját háztartásukban, hogy mik azok a környezetkímélő, környezetbarát megoldások, amelyeket alkalmazva nem csak környezetkímélőbbé, zöldebbé tehetik az otthonokat, hanem bizony pénzt takaríthatnak meg. A témakörök közt szerepel energia és hulladékgazdálkodás, valamint ökoépítészet is. Ennél a standnál például környezettudatos házakkal ismerkedhettek az érdeklődők. Az energetikai igényét hozzátesszük, ebből kialakul egy elvált energiaigény, és ezt szélgenerátorral, napelemmel előállítjuk. Mint a szervezők mondják, egyre divatosabbak az általuk népszerűsített környezettudatos technológiák. Az eső ellenére városunkban is sokan érkeztek az Alba Pláza előtti standokhoz, hogy bővítsék a megújuló energiákkal kapcsolatos ismereteiket. A program legközelebb ősszel, a mobilitási héten érkezik városunkba.